Köszöntöm kedves nézőinket! December 20-án hagyományokhoz szűen ismét a zenészeké lesz a főszerepe a Dériné Kulturális Központ mozitermében. Vendégünk Plós Csilla, Karcagi Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola igazgatónője. Szeretettel köszöntöm stúdiumban, örülök, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm szépen a meghívást, és én is nagyon sok szeretettel köszöntöm a Karcag Televízió valamennyi nézőjét. Második neki rukaszkodásra sikerült kimondanom az intézmény nevét, talán helyesen is. Az ön titulusát jól mondtam el. Igen, igen. Ugye 2013. január 1-től Klebersberg Intézmény Fenntartó Központ az új fenntartónk, és ezzel együtt az iskola neve is megváltozott. Minden intézmény elé oda tették azt a városnevet, ahol az intézmény található, hiszen az országban más művészeti iskolát is neveznek Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskolának, és mivel egy a fenntartó, így könnyebb megkülönböztetni az iskolákat, ezért lettünk mi karcagi, illetve a köznevelési törvény változott, tehát közoktatási törvényből köznevelési törvény lett, és így az intézményben dolgozók elnevezései, és többek között az igazgató elnevezéseibe az intézményvezető lépett, úgyhogy helyes volt a Köszönöm szépen, mennyire volt zökkenőmentes az átállás, a fenntartóváltás, könnyebb-e Klebersberges fenntartásúnak lenni, mint önkormányzati fenntartásúnak, mennyiben más manapság az intézmény működése, nehéz volt átállniuk? Ugye, mint minden új rendszerbe való átállása, az elején kisebb-nagyobb átállási nehézségekkel kezdődik, de úgy gondolom, hogy ezeken sikeresen túljutottunk, hiszen ha követtük az új fenntartó iránymutatásait, akkor minden ment zökkenőmentesen. Úgy gondolom, hogy mostanra már sikerült az átállás, és azt szerint dolgozunk, ahogy ugye az új fenntartó igényeinek ez megfelel. Ez ugye elsősorban ilyen gazdasági vonatkozású. Kevesebb lett az iskolákban a gazdasági feladat, tehát ezek inkább a tankerületbe összpontosulnak, ami jó is, hiszen az intézményben így a vezetésnek is több ideje jut a szakmai tevékenységre, tehát igazából a pedagógia kerül előtérbe, és többet tudunk foglalkozni ezzel a területtel, úgymond nem aprózódunk el annyira. Önnek például, mint intézményvezetőnek mennyire kell tartani a kapcsolatot a tankerülettel, kell-e járni esetleg Budapestre, különböző értekezletekre, mennyivel elfoglaltabb, mint előtte volt, ha lehet így föltenni ezt a kérdést? Ugye a tankerülettel a kapcsolat az napi szintű, és napjában többször is, hiszen együtt dolgozunk, az adatokat egyeztetni kell, és nekünk minden információt először a tankerületbe kell továbbítanunk, és utána kerül majd föl a Klebersberg központba, de ez olajozottan működik, hiszen most már az internet világában ugye minden adatszolgáltatást a számítógépen, interneten, Excel táblákba közlünk, és úgy gondolom, hogy ez folyamatos és gördülékenyen megy, és most már megszoktuk ezt a rendszert, úgyhogy fennakadások nincsenek. Hál' Istennek! Augusztus végén, szeptember elején láthattuk, hogy több portálon is álláshirdetéseket adtak föl. Mi indokolta ezt? Ugye a művészeti iskolában nálunk, meg kell, hogy mondjam, plusz álláshelyek lettek, teremtődtek, és ennek nagyon örültünk. Többek között az idei évben, szeptembertől sikerült a gitártanszakot, a gitártantárgyat beindítanunk. Ez eddig miért nem működött? Ez eddig nem azért volt rá nem működött, igény, vagy nem volt tanár hozzá. Én próbálkoztam, először nem volt rá álláshelyünk, aztán mikor lett álláshely, akkor tanár nem volt rá, de most minden szerencsésen egybe összeállt, és most álláshely is van rá, illetve tanárt is sikerült keresnünk, illetve találnunk, aminek nagyon örülök, hiszen
én évek óta szerettem volna ezt a tanszakot itt elindítani. Ő karcagi pedagógus? Nem karcagi a pedagógus, hanem Debrecenből jár ki, Kapitány József kollégám. Lelkesen vetette magát bele a tanszak építésébe. Most egy fél tanszakkal, tehát 12 gyerekkel indult. Azt ugye el kell mondanom szakmai szemmel, hogy egy tanszak beindítása a kezdetek kezdetén nem olyan könnyű, hiszen csupa kezdő gyerekkel kell indítani, de én úgy gondolom, hogy az elkövetkezendő években ez szépen építkezni fog, hiszen az álláshely megvan rá, és akár ez egy egész állássá is fejlődhet. Kell toborozni gyerekeket? Vagy például egy-egy ilyen, tehát most laikus szemmel, mondjuk inkább szerintem a gyerekeket jobban érdekli, főleg a fiúkat, mondjuk az, hogy ők gitározzanak, mert ugye ha felnőnek, akkor mondjuk egy rock együttesbe akarnak majd játszani, mint mondjuk aki hegedű tanszakra iratkozik be. Tehát népszerűek ezek a szakok? Kell még kijárniuk az iskolákba? Emlékszem, amikor én gyerek voltam, akkor jöttek a zeneiskolából, megnéztek bennünket, ajánlottak valamit, vagy elfogadtuk, vagy a szüleink elfogadták, vagy nem fogadták el. Ez manapság hogy működik? Honnan szereznek tanulókat? Ez manapság is így működik, hiszen mi is azzal zártuk az évet júniusba, illetve indítottuk az évet szeptemberbe, hogy felkerestük az általános iskolákba az osztályokat, főleg a 5.-6. osztályig. Bemutattuk azokat a hangszereket a gyerekeknek, amire még van felvétel, illetve elbeszélgettünk velük, próbáltuk őket meggyőzni, hogy miért érdemes a művészeti iskolába jönni, és beiratkozni, és tanulni egy hangszeren, vagy éppen a képzőművészet tanszakra járni. Az az igazság, hogy mindig kell menni beiskolázni, ugyanis a mai gyerekeknek nagyon sokszínű és sokrétű a kínálat. És nehéz a sok minden közül választani, és van, amikor ugye a szülők is befolyásolják a gyerekeket. Van olyan szülő, aki azt mondja, hogy igenis hozzátartozik az alapműveltséghez, hogy most te valamilyen szinten megtanulj egy hangszeren játszani. A szerencsés, hogyha ezt a gyerek is így gondolja, mert nagyon vágyik egy hangszer után, hogy ő azon tényleg szeretne megtanulni játszani. Viszont vannak olyan családok is, akik azt mondják, hogy hát ebből nem lehet megélni, a későbbiekben mi hasznom lesz ebből, vagy a gyereknek mi haszna lesz ebből, és akkor inkább menjen nyelvre, inkább menjen számítástechnika szakkörre, és így tovább, és így tovább. Hát nem tudom, melyikőjüknek van igaza. Ha ilyen szemmel nézem, akkor az egyik csapatnak, olyan szemmel a másik csapatnak, de én most ugye az iskola oldaláról nézem, illetve zenész szemmel nézem, pedagógus szemmel nézem, és akkor viszont azt mondom, hogy igenis hozzátartozik az alapműveltséghez, hogy valamilyen szinten a gyerekek megtanuljanak hangszeren játszani, valamilyen szinten ismerjék a zeneirodalmat, illetve a képzőművészet történetét, illetve alapjait. Úgy gondolom, hogy ez a kárukra nem válik. Hallottam olyanról is itt a városban, illetve ismerek magam is olyat, akinek már óvodáskora óta jár a kislánya hegedülni. Így van. Így van. Most is vannak óvodás növendékeink, személy szerint nekem is van 2 óvodás növendékem. Ugye nem lehet elég korán elkezdeni. De nekik például hogy jön ez az életükben? Egy egészen apró kis csöpségnek, 3-4-5 éves gyerekeknek. Igen. Tehát ez úgy alakul ki, hogyha a szülő észreveszi ugye otthon a kisgyereknél, hogy szeret énekelni, vagy érdekli a zene, és felveti neki ezt a zeneiskolás gondolatot, mert meg ugye ezeknek a gyerekeknek vannak nagyobb testvéreik, akik esetleg hozzánk járnak, akkor azok a pici gyerekek kedvet kapnak. Olyankor mi el szoktunk beszélgetni ezekkel a gyerekekkel, és hogyha tényleg úgy látjuk egy beszélgetés, illetve meghallgatás után, hogy érdemes vele foglalkozni, akkor mi áldozatot vállalunk. Több kolléganőm van velem együtt, mi kijárunk a gyerekekhez az óvodába. Tehát ezek az óvodás gyerekek nem bejönnek a zeneiskolába, hanem mi járunk ki hozzájuk, tehát nekik ez nem jelent külön gondolat se a szülőnek, se a gyereknek. Helybe megyünk, csoportból addig jön. Hál' Istennek az óvodákkal olyan a kapcsolatunk, hogy külön termet kapunk, hogy ezeket a foglalkozásokat ott megtartsuk. Meg kell, hogy mondjam, nagyon tehetséges óvodás gyerekeink vannak. De nagyon érdekes ez egyébként, mert tehát most név nélküle ezeknél az ismerőseimnél anyuka egyáltalán nem ilyen beállítódottságú, apuka sem.
kislány már általános iskolás, második osztályos és óvodás kora óta, tehát az anyukája maga elmondta, hogy minden nap gyakorol. Tehát ők nem erőltetik, soha nem mondták, hogy szeretnék erre a vonalra küldeni, és minden nap gyakorol a kislány. Tehát, hogy ez olyan furcsa, tehát elképzelhető akkor, hogy ő mondjuk zenész lesz például. Elképzelhető, tehát ez egész korán megmutatkozik, és lehet, hogy ő viszi valamire ezen a pályán. Csak a saját példámat tudom mondani, nálunk is a családban senki nem zenész, senki nem muzsikált, nem tudom hány generációra visszamenőleg, és én vagyok a kakukk tojás. És ez lett belőle. Igen. Térjünk vissza az állás helyekre. Ugye addig jutottunk el, hogy a gitártanszakot újra tudták indítani. Aztán most az idei évtől lett kifejezetten egy ilyen álláshelyünk, ami eddig nem volt jellemző, és nem is volt, egy korrepetitori álláshely. Ugye a korrepetitor magyarul a zongora kísérő, ugye a hangversenyeken az a tanárnő vagy tanár úr, aki kíséri a gyerekeket zongorán. Na, ez eddig úgy működött, hogy a zongora tanárok vállalták ezt a szerepet, akik mellette ugye tanítottak is. De az idei évtől kifejezetten egy ilyen álláshelyünk van, hogy korrepetitori, és az a kolléganő most azt csinálja, hogy hozzá folyamatosan mennek a kollégák a gyerekekkel, és ő a munkaidejének a 100%-ában ezzel foglalkozik, hogy kíséri a gyerekeket, együtt begyakorolják a darabokat, illetve hangversenyeken, fellépéseken elmegy velük, és ott is együtt muzsikálnak. De ez nagy segítség. Ez nagy segítség. Egyrészt azoknak a kollégáknak, akik eddig úgy látták el, hogy a hangszeres oktatás mellett, nehéz volt így egyeztetni, de így, hogy egy külön kollega van, ő ugye egész délután ezért van ott, és így sokkal könnyebb egyeztetni, hogy most ki melyik tanár, melyik tanszak, melyik gyerek, mikor megy hozzá próbálni. Úgyhogy ez nagy könnyebbség. Úgyhogy ez is újdonság szeptembertől a művészeti iskolában, aminek persze örülünk. A jövőben esetleg hallott-e valami ilyesmiről, hogy lesz-e módjuk bővíteni? Még akár újabb álláshelyeket is létrehozni, vagy ez egyelőre ennek örülünk, ami van? Így van. Most per pillanat ennek örülünk, ami van. Jövőre nézve még nem tudok semmit mondani. Bizakodunk, és bízom benne, hogy folyamatosan mindig lesz lehetőség a bővítésre, és lehet akár újabb tanszakokat indítani, vagy a meglévőeket fejleszteni nagyobb létszámú pedagógusokkal, illetve növendékekkel. Tanulói létszám tekintetében mennyire telített a lehetőség, a kapacitás? Most a jelenleg nálunk dolgozó pedagógusok maximális óraszámmal dolgoznak, tehát akik nálunk foglalkoztatva vannak, mindenkinek megvan a megfelelő óraszáma. Úgymond a teltházzal működünk, most ez a teltház azt jelenti, hogy 178 fő növendék jár hozzánk. Esetleg e tekintetben? Tehát vannak-e olyanok, akik valamilyen oknál fogva már ugye nem férnek bele? Tehát van-e túljelentkezés? Ha ilyen előfordul, hogy per pillanat nem fér be a gyerek a művészeti iskolába, várakoztatni szoktuk őket, tehát felírjuk az elérhetőségüket, nevüket, és mihelyest van szabad hely, szabad kapacitás, akkor értesítjük őket, és akkor ők vidáman jönnek. Viszont a kollégák olyat is szoktak, és ez a jövőt tekintve, illetve tanszaképítés szempontjából is jó, hogy úgynevezett szorgalmi feladatként foglalkoznak olyan gyerekekkel, akik még nem zeneiskolások, de azok lehetnek majd, és akkor itt találkoznak velük, hogy mégse szakadjon el teljesen az intézménytől, és mihelyst van hely, akkor ő tud jönni hozzánk a művészeti iskolába. Az intézménynek van egy képzőművészeti része is, erről mit kell tudnunk, hány tanulóval, hány tanárral, milyen szakirányokban működnek, és mit tanulnak itt a gyerekek? Igen, a képzőművészeti részünknek most a tanárunk Kabai László, akit úgy gondolom nagyon sokan ismernek itt a városban. Most a gyermeklétszámunkot 17 fő, így két csoportban. Ez egy ideális létszám, mert így lehet igazán képzőművészet tárgyat. Pontosabban nálunk grafika és festészet van, igazán így lehet a gyerekekkel foglalkozni. Lehetőséget ad a köznevelési törvénye a nagyobb csoportlétszámra,
de az már egy kicsit feladja a leckét a kollégáknak, hiszen ott, ahol van egy csoportban 15-20 gyerek, ilyen tárgyat, képzőművészetet igazán nem lehet tanítani, mert hiszen oda kell menni minden gyerekhez, meg kell nézni, meg kell fogni a kezét, ezt így húzzuk, azt úgy rajzoljuk, és ez nagyobb létszámú csoportnál azt hiszem, hogy nehezebben kivitelezhető. Térjünk vissza egy picit a zene világába. Az elmúlt hónapok tekintetében ugye évvége van, ilyenkor egy picit szoktuk értékelni az eddig eltelt hónapokat, időszakot. Milyen verseny lehetőségeik voltak? Milyen verseny eredményekkel? Versenyeink ugye az elmúlt tanévben voltak, tehát februártól kezdődően májusig. Tehát még most nem indult be a szezon. Most még nem indult be, ilyenkor szeptembertől mindig a versenyekre való készülődés időszaka telik, tehát ilyenkor már szeptember elején, október elején tudjuk, hogy melyek azok a gyerekek, akiket versenyre szeretnénk indítani, és az ő felkészítésük folyik folyamatosan az órákon, illetve a hangversenyek alkalmával. És a következő évben tavasszal kezdődnek a versenyek. Lesz megyei részfúvós verseny, amelyet most iskolánk rendez, hiszen két évente rendezzük, és most az az év következik. Lesz a szokásos kamara zenei verseny Szolnokon. El kell, hogy mondjam, tavaly is nagyon sok gyermek indult ezen a versenyen, és nagyon szép eredményekkel, és az idén is szeretnénk. Lesz cselló verseny Kisvárdán, erre is készül növendékünk. Én bízom benne, hogy nagyon szép eredményekkel, mint ahogy az elmúlt években is volt. Mi a befolyásoló tényező egy-egy versenyen való részvétel szempontjából? Tehát például, ha mondjuk van egy tehetséges csellista gyermek, akkor, de mondjuk nincsen pénzük arra, hogy elutazzanak Kisvárdára, akkor ez hogy működik? Az iskola megfinanszírozza az utazás költségét? Igen, igen. Tehát ugye eddig úgy működött, míg nem a állami fenntartású volt az intézmény, hogy vagy az Egyesület Alapítvány támogatta a gyerekeknek a versenyekre való eljutását, vagy másféle támogatók. Most viszont az intézmény fenntartó finanszírozza a versenyekre való eljutást, az úti költséget. Tehát akkor ez nem akadály már. Ez nem akadály már, az úti költséget is finanszírozza a gyermekeknek, tanároknak egyaránt, illetve hogyha olyan a verseny, hogy ott kell aludni, tehát a szállásra is szükség van, akkor a Klebersberg által fenntartott kollégiumokban a szállás lehetőség is ingyenes a gyerekeknek. Ez tehát szuper. Ez szuper, tehát ilyen tekintetben sokkal könnyebb eljutni a gyerekeknek ezekre a versenyre. Sok sikert kívánunk a következő versenyekhez az összes gyerkősznek, akinek lesz lehetősége arra is, hogy elinduljon. Térjünk vissza december 20-ára. Várva várt hangverseny, kik lépnek föl, mit kell tudnunk erről a hangversenyről? Először is ez egy hagyományos hangverseny, hiszen minden évben, ilyenkor december közepén a művészeti iskolások kis fület kényeztető és lelket melengető zenei ajándékkal lepik meg a Karcagváros érdeklődő közönségét a Déréni Kulturális Központban. Itt ugye mindig a művészeti iskolás növendékek, illetve tanáraik lépnek föl közösen. Azt mondta, hogy ez egy hagyományos megrendezésű esemény. Mióta, hova hagyományozódik ez vissza, és kitalálta ezt ki? Én ahogyan emlékszem, és ahogy a dokumentumokból is már utána nyomoztam, ugye 1947-től van itt Karcagon intézményes zeneoktatás, és akkor még a Déréné Kulturális Központba kezdték el, azt hiszem két tanára, zongora és hegedű szak volt, mellé persze természetesen a szolfés, és már abból az időkből is voltak, vagyis találtam feljegyzéseket, hogy most karácsonykor ilyen és ilyen hangversenyt adtunk, és ez volt ott, és jól sikerült. Tehát ez az iskola alapítása óta hagyományos minden egyes évben, és ettől a hagyománytól nem szeretnénk eltekinteni mi sem. Ugye elárulta nekem intézményvezető asszony, hogy a moziteremben lesz megrendezve, tehát ugye fönt a bálteremben kevesebb ember fér el, így kiket várnak erre a rendezvényre? Csak a szülőket, szűk családot, vagy esetleg nyitva áll mindenki előtt a
a Dérinének az összes bejárata, kiket várnak a rendezvényre? Az utóbbi, tehát nyitvára a bejárat akárki előtt. Természetesen ott lesznek a gyerekek szülei, nagyszülei, családjuk, ismerősei, keresztanya, keresztapa, barátnők, barátok, de várunk minden érdeklődőt, aki úgy gondolja, hogy így karácsony előtt szeretne zenével lelkileg egy kicsit feltöltődni, és egy kis ízelítőt is adnék, hogy mi lesz a műsorban. Természetesen a karácsonyhoz kapcsolódó muzsika, sok-sok kamarazenével. Igyekeztünk úgy összeállítani a műsort, hogy több gyermek együtt, illetve tanárok, gyerekek együtt muzsikáljanak, hiszen így akkor több gyerek jut szereplési lehetőséghez, több gyerek jut föl a színpadra, illetve több gyerek vehet részt szereplőként a karácsonyi hangversenyen, és ez egyfajta megtiszteltetés is számukra, hogy ők ezen a hangversenyen kiállhatnak a színpadra. Mi pedig biztosak vagyunk benne, hogy megteremtik majd a kellő ünnepi hangulatot karácsony előtt. Köszönöm, hogy itt volt nálunk, és akkor még egyszer, december 20-án hány órától hol várják az érdeklődőket? Délután kora este 17 órától, tehát 5 órától a Dérinél Kulturális Központ mozitermébe várunk minden kedves karcagi lakost. Köszönöm, hogy itt volt, és kellemes karácsonyt és boldog új évet kívánunk. Köszönöm szépen, hogy itt láttam, és én is minden szépet és jót kívánok. Kedves nézőink, már a megköszönöm figyelmüket.